Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és ma a fotós táskákról fogunk beszélgetni. Kettő nagyon izgalmas kuriózumról. Az egyik itt van mellettem, a Douchebags-nek, vagy most már DB Journey-nek nevezik, a CIA Pro-ról, valamint itt van az álom táskám, a Nomatic és Peter McKinnonnak a kollaborációja. Hogy fogunk erről beszélgetni? Hát egyrészt, ha már találkoztunk, akkor látjátok, hogy egy sokkal szélesebb setup van, hiszen szerettem volna, hogy beleférjenek itt a táskák. A7S3-mal szoktam felvenni, 24-1.4-es GM-mel, ami ugye szűkebb is, viszont az 1.4-nek köszönhetően jobban el van mosva a háttér, most ez kevésbé, mert a Tamron 17-28-28-al veszek fel, ez csak egy ilyen érdekes háttérinfó volt. Hogy fog kinézni ez a videó? Három kategóriáról fogok beszélni, az a táska, amit minden nap magunkkal viszünk, egy olyan fotós táska, amiben az alapokat rakjuk be, és utána pedig a nagyfiú, az óriás, amiben minden is belefér, és akár utazótáska is lehet, és azt is elmondom, hogy lehet olcsóbban, jóval olcsóbban megvenni nagyon király fotós táskákat. Kezdjük el! Ahogy mondtam, három kategóriáról van szó. A mindennapi, az essential, tehát hogyha csak a legszükségesebb, hogyha fotózásra megyünk, illetve amiben minden is belefér. Az első kategóriáról azért nem beszélnék, mert ez mindenkinek változik, lehet, hogy nem is akar magával vinni egy gépet, például, hogyha én csak elmegyek otthon, és mondjuk egy iPadre van szükségem, akkor csak az iPad-emet viszem, hogyha a notebookomat, akkor van egy ilyen nagyon jó kis sleeve, ugye úgy néz ki, mint egy boríték, ebbe beteszem még pár kiegészítőt, hogyha szeretnék. Itt vannak benne táskahelyek, illetve itt is lehet belepakolni. Ez is elég lehet, illetve ha mondjuk szeretném azt, hogy azért mondjuk egy fényképezőgép beleférjen, vagy több dolgot, mondjuk iratokat szeretnék pakolni, stb., akkor nekem van egy... Imádom ezt a Samsonite táskát, van előre egy nagy része, ide tudok bepakolni mindent, amúgy a gépemet is ide szoktam, hogyha szeretném, ide az iratokat, illetve itt van egy notebook sleeve, vagy akár iPad-et is betehettem, és nagyon sokat utazok konferenciára ezzel, ugyanis hátul ezt a carry-on-omra is rá tudom rakni. Nekem ez egy tökéletes táska minden napokra, de ugye fotózásról van szó, úgyhogy kezdjük az alapokkal. Illetve elmondom, hogy van itt egy kakukk tojás, ez egy DJI-os táska, ami amúgy az RSC-nek a táskája, RSC2-nek a mérstabilizátor. Lesz róla majd külön videó később, megbeszélünk arról is, hogy miért van ez itt. De most jöjjön a Douchebags. Picit hátra megyek, itt láthatjátok. Én nagyon kokettáltam ezzel a táskával, egyrészt mert baromi jól néz ki, pici, tehát hogyha így mellé rakom a McKinnonnak, látható, hogy ez egy sokkal kisebb táska. Nagyon szeretem benne, hogy simán ki lehet nyitni az egészet. És egy ilyen, igazából bárhogy ezt tudom rendezni. Belefér nagyon sok minden, beleférnek az objektíveim, a két fényképezőgépem, akár a drónomat is bele tudom rakni, és ami nagyon jó ebbe, hogy itt meg ebbe van a sleeve, tehát ide az iPad-emet, vagy pedig a notebookomat be tudom rakni, és van itt egy két kicsi kis tartó, meg itt egy nagyobb, itt még van is valami, pedig azt hittem mindent kiszedtem, például kábeleket, USB-C kábel, ezt bekerestem volna, ez a dangle a MacBook miatt, tehát hogy tök jó, hogy vannak benne tartók, illetve oldalt is, ahogy látjátok, vannak, és én azt hittem, hogy ez arra lesz jó, hogy ide tudom majd a notebookot rakni, de azt kell tudni a Douchebags-ről, hogy amúgy a CIA Pro az csak egy insert, ami azt jelenti, hogy egy nagyobb táskába berakok egy ilyen képet, amúgy a Backpack Pro-ba lehet berakni, és akkor ez az egész, amúgy így vissza lehet hajtani, és akkor így bekerül, és ezek az oldalsó rögzítők, amit mondtam, arra szolgálnak, hogy igazából tudjam rögzíteni abba a táskába. Most ez egy olyan 40 ezer forintba kerül, és azt hiszem 80-90 ezer forint a
a Backpack Pro, tehát azzal együtt már egy ilyen 120 ezer forintnál vagyunk, csak hogy lássátok, és egy sokkal nagyobb setupról van szó, szóval meg direkt egy kompaktot szerettem volna. Ez tényleg arra jó, hogyha csak így elmegyek szaladgálni a városba, és szeretnék vinni valamit, akkor velem lehet. Viszont egy nagyon nagy hátránya, hogy én vagy Elványt, vagy az RSC2-t stabilizálni azt viszem magammal, ha meg tényleg csak a fényképezőgépre van szükségem, azt kb. Így elviszem a kezembe, és ennyi. Úgyhogy annak, hogy imádom a dizájnt, imádom a méretét, arra kellett jutnom, hogy ez a táska nekem nem megfelelő, mert hiába tudok sok mindent bepakolni, de nincs egy olyan külső tároló egysége, amivel az Elványt vagy az RSC2-t bele tudjam rakni, úgyhogy ezt dizájnosan itt a szélére ott hagyom, de nem működik. Sőt, nagyon sokszor az volt, hogy ugye, ahogy mondtam, kell vele vinnem az Elványomat, vagy az RSC2-t, az Elványt így próbáltam ráakasztani, de akkor meg féltem, hogy leesik, meg így lifeget, illetve azért van itt, ez az RSC2-nek a táskája, felül lehet rakni mindenféle kiegészítőt hozzá. Ezen a részen pedig itt tárolom magát a gimbalt, és akkor ezt így vittem magammal, és kb. Két táskával, egy volt a hátamon, egyet pedig vittem a kezembe, és ha meg a kezembe volt még a fényképezőgép, macera nem jó, én egy táskával szeretnék mindent megoldani. Szerintem látjátok, hogy ezzel hova megyek. Amúgy ezt imádom, hogy amúgy ilyen a formája, de nekem ugye nem jó, rakjuk le. A másik, ami egy nagyon fontos, hogy kényelmes legyen, és annyit még visszatérek ehhez, hogy itt meg ezek a tartók ilyen nagyon kényelmetlen, nem komfortos, főleg, hogyha hosszabb ideig használja az ember. És akkor ide érünk. Ah, jó nehéz ez a táska. Ez a Nomatic Peter McKinnon Edition, amit, hogyha nem ismeritek Peter McKinnont, hát szerintem az egyik legjobb youtuber és óriási karriert futott be, aki ilyen kreátor, fotózás, videózás, ő vezette be szerintem a YouTube-ra a creamy b-rollok, ugye a krémes, amit mindig szoktam mondani fogalmát. Hát nyilván rengeteg táskát emésztett fel, és sosem volt tökéletes táskája. A Nomaticnak ez egy, ha jól tudom, kanadai a cég, de mindenféleképpen ugye észak-amerikai kontinensen vannak. Csomóféle táskája van, használta, felvásolta az összeset, de mindig volt valami baja vele, és ahogy ugye egy befutott youtuber lett és elkezdtek beszélgetni, ez a táska alakult ki belőle, és most spoilerezek, hát ez a táska a tökéletes táska nekem is. Na de miért? Egyrésztről azért, mert hogyha ugye ezt az Essential kategóriába vesszük, és hogy a CIA Pro nem elég nekem, hogyha már a Backpack Pro-t is hozzávesszük, akkor ugye már egy bőven 100 000 forint feletti kategóriába vagyok. És amúgy, egy pillanat, volt nekem ez a Case Logic táskám, ez egy 20-30-40 ezres táska, De egyszerűen a minősége, a kialakítása nem volt átgondolva, nem adta azt, amit én vártam tőle, és valami mást kerestem, és ahogy nézegettem, nyilván a Manfrotto-nak, meg egyéb márkáknak is van ez a 40-80 ezer forint közötti kategóriában rengeteg opciója, de ami mindent is tud, az nincsen, és itt érünk ugye rá a Peter McKinnonos táskára, ami amúgy először egy Kickstarter kampánnyal indult, és azt tartott vissza, hogy az alapkivitel, amit én vettem, amúgy ilyen 140-50 ezer dollárnak felel meg, és akkor még hogy hozatott haza, milyen vámot kell rá fizetni, mennyibe kerül a szállítás. Simán lehet, hogyha nem tudom egy barátommal hazahozatni, egy 200 ezeres táskáról van szó, és annyit legalábbis én tényleg sajnáltam volna kiadni. Érte? Tehát egyértelműen egy ilyen all-in-one táska az nagyon drága, és nem csak nagyon drága, hanem nagyon nagy. Tehát megint így összehasonlításképpen óriási a különbség az egészben, és nyilván, hogyha csak így napközben szeretnénk rohangálni, akkor nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb. Kivéve, hogyha az történik veled, mint ami velem is, hogy amikor ebbe a kicsibe pakoltam bele, akkor mondjuk, hogy hú, még ezt hoznám, azt, hogy szeretném, jaj, egy kicsit kicsinek tűnik, és kevésbé volt fontos az, hogy ilyen kompakt legyen, mint hogy az, hogy nyugodt tudattal menjek, minden benne van, és kényelmesen elférjek. És ez a Peter McKinnon, beszéljük át a különböző feature-eit.
amit kezdenék az, hogy megfordítom a táskát, és itt megmutatom, hogy van rajta egy ilyen derék támasz, ami nagyon jól funkcionál, hogy ki is lehet húzni. Itt is rajta van, hogyha carry-onnal utazok, vagy egy nagyobb bőröndel, hogy rá tudom rakni. És hát már szerintem egy a videón is átjön, hogy ezek a részek gyönyörűen vannak megcsinálva, nagyon kényelmesek, és nem csak az alsó része van, hanem itt is össze lehet kapcsolni. Most megmutatom amúgy. Az is egy tök jó apróság, hogy itt is megfoghatom, meg itt is a táskát, és ahogy emelem. Tehát ahogy mondtam, nyilván be lehet állítani, nagyon kényelmes, levegőzik, baromi jó az egész. Itt össze tudom kapcsolni, most lehet, hogy a mikrofonom picit arrébb megy, reméljük, hogy attól még a hang az jó lesz, és itt is össze tudom kapcsolni, és ez a vállamról nagyon sokat levesz, hogy itt van egy erős tartása. Egyértelműen egy nagy táskáról van szó, láthatjátok a méretet így rajtam, de ezzel, ha mondjuk túrázunk, közben fotózok, megyek, komolyan alig érzem, hogy rajtam van, pedig tele van pakolva, nem érzem jobban, mint hogyha egy kisebb táska lenne rajtam. Vegyük le és visszaülök, főleg, hogy ez a mikrofonom volt rajta. Tök jó, hogy lehet így is fogni, lehet így oldalt is fogni, és természetesen a másik oldalán is. Úgyhogy maga a felhasználhatósága és a kényelmi faktora az fantasztikus, én nagyon szeretem. És hogyha a külsőknél vagyunk, látható, hogy itt lifeg valami, hát ez azért van így, mert ezzel kapcsolható össze, így egy picit befordítom. Így ez összekapcsolható, és amikor az állványt rakom be, akkor nyilván ez tartja, de ahogy látjátok, csomó helyen, meg itt elől végig vannak, és direkt egyet még nem raktam rá, ezeket bárhova el tudom helyezni, és akár ide tudok rárakni valamit. Tehát nagyon-nagyon saját magunkra kombinálhatjuk ezt az egészet, és ezt leginkább a fő részbe, hát nyilván az érdekel mindenkit, úgyhogy kezdjük azzal, a fő rész. Főrész most nekem így néz ki, nyilván a főkamerámmal veszem fel, de a ZV1-jel meg előtte csináltam egy felvételt, ami nagyon jó, hogy ezen a részen, és ahogy mondtam, nekem az alap van, van még nagyon sok kiegészítő, például erre a része van egy kamera cube, ami egy külön ilyen kis tartozéktartó, vagy a kameránkat külön bele lehet rakni, vagy egy drónt, és átalakítható egy hátizsákká, beteszek ide egy videót róla, az pont ide elfér, de én nem akartam volna, mert most elutazom, miért vigyem azt fel, hát itt van ez a szuper táska, hát ezt szeretném kihasználni, és pont ide elfér, becsukva az RSC-kel. Zseniális, hát ez nyilván magunknak úgy konfiguráljuk, hogy szeretnénk, de nagyon jó, hogy van benne egy ilyen vékony sáv, ahova mondjuk filtereket, én a töltőmet rakom bele, kiegészítőket az RSC2-höz, vagy itt van benne például, majd erről is fogunk még beszélni, ez a Insta 360R, ami egy 360 kamera, és nagyon örült dolgokat lehet vecsenni, főleg még hyperlapse-ekben is nagyon jó. Különböző állványkiegészítőket tettem ide, de amúgy ide lehetne rakni még a drónomat is. Itt van a kamera, ide szoktam rakni a mikrofonjaimat, meg van még egy plusz mikrofon, hogyha puskát szeretnék használni. Be tudom ide rakni a két objektívemet, ami van, mert ugye a harmadik, nekem három objektívem van, az van a gépen, és mellette befér a második kamerámnak az EV1, vagy pedig a Mavic 2 Pro-nak a távirányítója, és tényleg itt van minden benne. És nem elég itt befejezni, mert itt van a másik oldala, és imádom azokat a táskákat, amiknek van ilyen átlátszó cipzáros része. Én ide rakom be a filtertartómat, powerbankeket, itt látható, hogy van az SD kártyáim és különböző olvasók, fent pedig be lehet rakni mondjuk még töltőket vagy kiegészítőket, oda is rakhatnám például ezeket az állványos kiegészítőket, csak így becsúsztatva, ha mondjuk a Mavic 2 benne lenne, illetve egy iPad-et is oda nagyon kényelmesen be lehet rakni. És ahogy mondtam, sok mindent lehet hozzá még vásárolni, például megcsináltak kifejezetten a nomatikusok a Mackinnon Editionhez
filtertartókat, tehát ugye ilyen előtétlencse tartókat, akkumulátortartó, memóriakártyatartót, meg ilyen kis accessory case-t. Az accessory case-en, ami a kis kiegészítőknek egy dobozka, gondolkozom, de én sokkal jobban szeretem, hogy egyből átlátok mindent, hogy hogy van, és tényleg túlárazott ez az egész, úgyhogy ha mondjuk szeretnétek memóriakártyatartót, vagy filtertartót, ahogy mondtam, nézzétek meg Amazonon, eBay-be, Jófogáson, ilyen helyeken, és tényleg mondjuk a Peter McKinnon ilyen 50-100 dollár között van egy ilyen kis kiegészítő, és lehet, hogy néhány ezer vagy 5000 forintért itthon tudunk találni. Na ez a fő része, és a fő részéhez tartozik valami, felállítom és mutatom, ez a része, ami egy oldalsó kamera access, tehát itt, hogyha benne lenne, hogy a kamera, amivel most felveszek, egyből el tudnám érni, nem kell az egészet kinyitni, imádom ezt a funkciót. A második oldalán meg, ahogy mondtam, az állványt szoktam berakni, de mondjuk, hogyha az állványt előre tenném, vagy nem viszek magammal, mert túrázok, és mondjuk viszek magammal egy italos flakont, vagy vizet, ide be tudom rakni, és ami az egyik kedvenc funkcióm, hogy ez mágneses. És így bezáródik. Zseniális. Ezek az apró dolgok, amiért ha valakinek ezek számítanak, megéri azt a plusz összeget kifizetni, mert fantasztikus, ki van találva minden része. Ahogy a másik, ahogy itt forgatom, hogy itt pedig van a helye, egy 16-os MacBook Pro is simán elfér. Ide rakjuk ugye a notebookunkat, és még mindig, hogy fontos megjegyeznem, hogy nem előről nyitjuk, hanem ez mind a háta, tehát a hátunkon van, ezt nagyon nehezen tudják ellopni, hiszen hozzáér a hátunkhoz, még ezt is, hogyha valaki lehúzza. Még egyszer mutatom, hogy nézzétek a kezemet, hogy nagyon-nagyon mély, még jól be lehet tenni a notebookot, esélytelen, hogy ezt valaki el tudja lopni, és amúgy is a hátunkon van, ami ugye rá van teljesen zárva, de ez csak a táskának a fele. Ugyanis, hogyha elől kinyitom, akkor látunk szinte, mint a bőröndökből ismert utazó táska részt. Ide is nagyon sok mindent, kiegészítőket, töltőket tudunk pakolni, de ez a rész, ahogy látjátok, kinyitható, mint egy bőrönd, és rengeteg mindent lehet belepakolni. Nem mondtam volna, még nagyon sok ilyen divider van, amit én nem is használok, de amúgy lehetne még jobban felosztani a másik részt, és ide egy hétvégi utazásra, vagy ha mondjuk egy tavaszi, nyári jó idő van, szerintem 4-5 napra is simán tudunk csomagolni. Lehet, itt berakok Daniel Schiffernek egy reviewját, hogy nem biztos, hogy be tudjuk zárni, de van egy plusz cipzár, amivel jobban ki tudjuk nyitni az egészet, és még nagyobb lesz a táska. És ha nem mondtam volna, még alul is, tehát tényleg minden irányból meg lehet ezt a táskát fogni, ami megint lehet, hogy elfogult vagyok, de megvalidálom magamnak kognitív diszonanciával azt, hogy miért vettem meg, de látjátok, ezek nekem olyan pozitívumok, amik megérik, de kérdés, hogy mennyiért nyilvánvalóan. Úgyhogy itt beszéljünk a negatívumokról. Egyrészt, hogy tényleg baromi drága, amennyibe kerül piaci áron, én nem venném meg. A másik, hogy néhány cipzár néha nehezebben megy, akadna, mint ahogy kéne, főleg, hogyha a legvégéig a fő kompartmentet részt le akarjuk húzni, talán egy V2-vel erre jobban odafigyelnek, de ugye nem vízálló, de azért elég jól bírja a csapát, nem enged be, és látható, hogy feltehetőleg azért ilyen masszív az egész, és néha nehéz a cipzár, mert annyira jól lezár. És egyet nem mondtam még, hogy itt elől van még egy zseb, amiben amúgy egy RFID-s kis tartó is van, tehát útlevelünket, pénztárcánkat be tudjuk rakni, de én azért nem tenném be, mert ez elől van, és tök jó lenne, ha ennek lenne mondjuk okay, hogy ide be lehet ezt valahogy fűzni, de ez is nehéz, nem jó a jó exe, és akkor mondjuk nehezebben lehetne kinyitni, de jobb lenne valamilyen biztonságosabb dolog erre, mint hogy most ezzel én itt szívjak. Most lekapcsoltam a kamerát, és már egy perce szenvedek, de na, most talán... tehát hogy ezzel nem fogunk szenvedni, ez így nem jó, most ide be lehet rakni, de mondom, én ebben a részében annyira nem bízok. Na de akkor én miért mégis emellett döntöttem, és miért szántam rá magam, hogy ezt megveszem, hiszen, ahogy mondtam, baromi drága,
Nos, hát elkezdtem nézni különböző helyeken, Amazonról valami 100-150 euró lett volna csak, hogy behozzák, és a vámfizetés, és eszembe jutott, pedig nem nagyon eBay ezek, hogy rámegyek eBay-re, és megtaláltam eBay-en, hogy ilyen 60-70 ezer forintért az alapszettek, és 120-150 ezer forint, ami meg a alapár lenne, annyiért vannak már ott különböző kiegészítőkkel is. De ugyanúgy nyilván ezek általában Amerikában vannak, vagy Nagy-Britanniában, és a szállítása ilyen 40-50 dollárokat, vagy akár többet is írtak, és én nem tudom, hogy, de volt egy kanadai csaj, aki árulta, fontos elmondanom, hogy bontatlan, csomagolásban, dobozzal minden érkezett meg, tehát brand new, teljesen új. 70 ezer forintért, annyira átszámolva, annyiért árulta, és UPS Worldwide postázással, futárral 7 dollár volt, 7 amerikai dollár, tehát még egy 2000 forint ez a táska, és azt hiszem az egész ilyen 70 néhány ezer forintba, tehát 80 ezer forint alatti összegért jött össze nekem egy amúgy Amerikában adó előtti árban is 140 ezer forintba kerülő táska, és azt mondtam, hogy megnézve a konkurenciát, amit a videó elején is mondtam, hogy ilyen összegért ezekkel a funkciókkal, amit bemutattam, ilyen kényelemmel, arra, amire én használom, arra ez zseniális, és megéri ezt az összeget, ez a kényelem, ez a praktikum megjelenés mindennel együtt. Ami természetesen nem azt jelenti, hogy ez bárkinek jó választás, hogy neked jó választás, hanem végig kell gondolni, ki kell próbálni különböző opciókat, és eldönteni, hogy mi az, ami nekünk a megfelelő, és hogy milyen áron éri ez meg nekünk. Ez pedig szerintem két részre osztható, az egyik a funkció, a másik pedig a minőség. Hogy benne legyenek azok a funkcionális dolgok, amik neked számítanak az én esetemben, ez az, hogy mindent is bele tudjak pakolni, hogy oldalra is tudjak, hogy különbözőképpen tudjak valamiket rárakni, hogyha éppen úgy szeretnék, hogy oldalt hozzáférhessek, hogyha egy utazásra megyek, akkor tudjak belepakolni ruhákat teljesen kényelmesen. És itt megyünk át a másikra, ami a minőség, hogy mindez a 30 ezres táskámhoz képest, amit nehéz volt elővenni, már néhol látom, hogy kezd szétjönni, nem bízok benne, nem kényelmes, ahogy rajtam van, maga, csak ha azt vesszük, amit itt fent a mellkasnál összekapcsolom, kényelmetlen, itt teljesen rendben van a McKinnonnál, és hogyha ezek a minőségek számítanak, és tudsz, vagy hajlandó, vagy érte fizetni, én azt mondtam az én esetemben, hogy nekem ez megéri. Megint nem a 140 ezre, tehát nem egyből megvettem a Store-ból, vagy mondjuk Amazonról, vagy mondjuk a Kickstarter kampánynál, hanem kerestem ennyire, sajnos árérzékeny vagyok, de kerestem megoldásokat, és látjátok, eBay-en majdnem fele áron meg tudtam találni. Én azt merem kijelenteni, hogy most 2020-21 ebben az időben, ha csak ki nem ad egy V2-t a Peter McKinnon, ma ez a legjobb fotós, videós, ilyen kreátor táska, amiben az all-in-one, ami minden egyben megvan, az összes negatívumával, azzal, hogy egy pici drágább, hogy nehezebb, de pont az, ami szerintem az ilyen típusú kreátoroknak, hogy ilyen szépen fejezzem ki magamat, szükséges, az ez. Azt ez a táska tudja, hiszen nem véletlenül, hogy Peter McKinnon keze, a kézlenyomata látszik benne, ahogy az videó elején elmondtam, rengeteg táskát elfogyaszthatott, és amikor együtt dolgoztak, minden apró részletre odafigyelt, ami eddig őt zavarta, hogy az ne legyen benne, és minden, amire vágyott, az meg elérhető legyen. És hogyha még zavarna a nagyméret, és te neked tetszik ez a Camera Cube, amivel ugye az a kis accessori kellékkészlet, amiben egy Mavic Air fényképezőgépet berakhat, és amúgy egy ilyen ízpekkes hátitáskává alakul, akkor ez is megvan oldva, mert akkor azt rakod bele, és hogyha tényleg csak szaladgálni szeretnél, és itt az első kategóriára visszamegyek az essential részre, akkor megvan teljesen jól, és mondjuk, hogyha elutazol egy hosszú hétvégére Barcelonába, viszed ezt a táskát, de amikor délután elmentek valahova, akkor elég, hogyha azt a kicsit viszed például, és akkor ezt a problémát is megoldotta.
Javaslom, hogy nézzetek különböző árösszehasonlító oldalakat, a német Amazont, esetleg ugye az eBay-t, ahogy én tettem, és találjátok meg azt, ami a számotokra legjobb táska. Én úgy érzem, hogy megtaláltam egy időre biztosan. Ha marad bármilyen kérdésetek vagy véleményetek van, kérlek írjátok meg kommentbe. Megköszönöm a visszajelzést, illetve kíváncsi is vagyok, hogy ti mit gondoltok, hogy vélekedtek. Ha végignézted a videót, köszönöm szépen, ez egy elég hosszú videó lett, de szerettem volna minden részre kitérni. Ha most találkoztunk először és tetszett, akkor mindenféleképpen nyomj egy like gombot, ha nem tetszett, nézd meg mondjuk kétszeres sebességen, vagy hogyha túl gyors voltam, akkor mondjuk egy 0.5-ös lassítással. De hogyha a pozitív oldalon vagy, akkor kérlek iratkozz fel, ha még nem tetted, a csengőt is nyomd be, ugyanúgy és jövök mindenféle videózáshoz kapcsolódó krimi bírólós technika, behind the scenes-es, ilyen kellék eszközbemutató videókkal, és hát mivel ez egy vállalkozás, ezért nyilván vállalkozási oldalt is bemutatok, sőt, tavaly egy bakancslistás álmom valósult meg, hogy a HVG kiadta a könyvemet Vágj Valóra, ott háttérben piroslik is látható. Erről csináltam napi vlogokat, mindegyik fejezet egy napi vlog, ha gondoljátok, nézzétek meg, valamint a leírásban ott van a könyv, ahol meg lehet rendelni, nálam olcsóban is, még dedikálom is, hogyha ez számít. Minden esetre köszönöm még egyszer, hogy megnézted, remélem, hogy még találkozunk. Szia! Sziasztok!